Hát van ott, ha jön hozzá, mindenkit megkínálok. Fokozatos jó erős Uber. Nagy homok föl. A kis homoknál álljatok meg, ugye? Ő ugye 2 hét múlva verseny, úgy néz ki. Széna jó, Pali? Jó. Könnyen gorítottak, apa, jó volt. Hát igen, ez lehet, de a tojás halak, én megnéztem alul, tojás halakot nem bírod gurítani. Nagyon jó, Guzi és Redi, Egon és Daniék, így van. Hát egy csomóan kimentek a télire. Nem tudok oda menni. Nem tudok oda menni a télire, itt is vagyok. Dankát megcsípem, az jöhet esetleg Vivával, és akkor már csak egy futónk lesz, az a Szigliget 8:30-kor. A 4 futóból 2 meg volt, jön a Dankus ebben. Jó, már remeg az ember ilyenkor, hogy Széna jön, és be kell gurítani a padláson a végére, hogy már ki fog lázadni, ki nem, mert hú, bazd meg, mert egy kicsi meló van. Persze munka így nem délután, meg este, mondom nekik. Hál' Istennek 30 már a padláson, még fér 90 körülbelül, ha jó rakják. Még 90 és 120 belakatolva vaspántokkal. Idén ahhoz nem nyúlunk remélhetőleg. 120 kiürítettem azt elsőnek. A takarmány, ezt be kell termelni. 120 extra, nagyon jó szépen különben. 120 a padláson lesz, akkor már ott nyugodtan vagyok, többi meg mehet. Ha van még tavalyi szénánk is, meg kell, hogy mondjam, elég sok. Jó szénából sose sok, így mondja az ember, de esküszöm, nagyon sok. Ez meg egy 50 bála még legalább. 50 bála még a tavalyiból. Na jó napot mindenkinek, egy csomóan a télin vannak. Itt jön ez a 2, mindjárt Lankának. Mindenhol nem tudok lenni. A szénát nem fejeztem be, így van. Jó gazda, nem vagyok jó gazda, mindegy, azt tudom, hogy takarmányra arra odafigyeltem, mindig meglegyen. És úgy betermeltem, ugye meg volt egy tulajdonos, hogy pénzt, nem pénzt adott, hanem szénába fizetett, és az is jött, amikor már majdnem nem kellett volna, úgyhogy nagy kockák, egyebek vannak, van egy pajta, az félig, a másik egy erős negyedik, meg még vagy 50 bála, Jézusom, vagy 40, még a két istálló között. Úgyhogy tavalyi széna is van bőven, de hát ez az, el kell raktározni, mert azért kell elraktározni, hogy ne össze kelljen venni, vagy télen. Hál' Istennek megbusztam ezeket az árakat tavaly. Az utolsó pillanatban megcsíptem, már utolsó pillanat után voltam, amikor már ilyen 13-14-ről, és Zalából, Vas megyéből, Zala vagy Vas megyéből, így akarom mondani, sikerült 9 ér ide is hozták, extra, extra minőségű, de aztán volt, amit vettem 10 ér, a lótartás díjba beszámolva az 18 volt, de hatalmas nagy kockák, tehát volt ár, de úgy még megúsztam az egészet, mondhatom azt. Árba elég jól. Állatorvosin is túl vagyunk, 30 bál a padláson, azon is túl vagyunk, futókból még 2 van, ugye, 4 fut csak. Vivuska és Szigliget van. Hát, nyomjuk, amit tudunk. Kert csodálatosan tegnapra kész lett, este 8-ra. Aztán 11-ig locsoltam, hát főnyírás volt. Ez van, kis gazok már úgy nincsenek, meg fák, le, kivág, levág, ezeken túl vagyok, volt tavasszal bőven meg levelek. És igazából majdnem, hogy azt mondanám, a lila akácot nevelgetek, úgy néz ki, hogy jó is. A leanderekre nagyon figyelek, egyik csodaszép lett a szimpla, még van 4, ami még nem virágzott ki, gyönyörűek. Jön majd a mocsári hibiszkusz, jön majd valami sárga szép nagy. Ennyi. Lila akácra kíváncsi vagyok, de elindult, elered, hál' Istennek, úgyhogy az egy nagyon jó helyre raktam, és imádkoztam, hogy megmaradjon, de sikerült is. Érkezik Guzi és Redi. Jó van, Redika az élen, így van, tanulja meg, hogy ló mögött is van ez a
hangzik a tökéletes. Szuper! Jó. Jó van, Norbi odafigyelt nagyon. Így van. Tehát értette, hogy mit szeretnék. Nem az, hogy menekülünk el. Na, nem könnyű eset, de gyönyörűen megoldották. Köszönöm.